Bujék! Üdvözlök mindenkit! Boldog új évet kívánok! December 31-e van, szilveszter napja. Mi mással is jöhetnék, mint a különleges ízű szőlők top 10-es listájával, amit az idei évben 2023-ban kóstoltam. Egy jó kis összeállítás lesz. Itt szeretném megemlíteni, hogy ez a lista kimondottan a szokatlan, egyedi ízű, szokatlan ízű, különleges ízű szőlőket tartalmazza. Így kimaradtak belőle az olyan muskotályos, bomba ízű szőlők, mint a muszkátmedovű, velesz, landis, kraszávcsik, narancsízű, alexarannája vagy a bogema, ami kimondottan nagyon erős, muskotályos ízű. Ha egy ilyen listát készítenék, biztos, hogy valahol elővégeznének. De mint mondtam, most kimondottan az egyedi ízű szőlőket fogom összegyűjteni. Szeretném megköszönni, hogy idei évben ilyen sokan néztetek. Iratkozzatok fel a csatornámra, nagyon megköszönöm. 2024-es évben is próbálok jó kis videókat összeállítani. Aki szeretné megköszönni, vagy támogatni valamilyen módon a csatornát, talál itt egy köszönet gombot. Rákattint, és minden információt megtalál. Nagyon szépen köszönöm. Na hát kezdjük is gyorsan. 2023-as év, top 10-es lista. 10. hely 2023-ban. Az illária, őrületes zöldalma íz, nagy bogyók, ropogós, Kis Andrásnál kóstoltam. Aki nem látta, gyorsan nézzétek meg. Ez ugyanaz az a szőlő. Illária. Illária. Itt az esőkre azért kicsit, de azért kost, de ez a zöldalma íz, ez olyan nagyon brutálisan odavágós. Jaj, de jó. Tényleg valami íz van. De jó. És nézd meg, micsoda. Fürtök. Ez nem lett levédve. Kicsit az eső megrepesztette, de majd kicsipkelem ezeket a fürtöket. Piacon is nagyon keresi. Meg a méhecske is rájön az illatára. Az is, ez itt végig. Nézd ezt a terhelést. Tehát amit itt látunk, ezek már csak nekem kis fürtfoszlányok, mert virágzás idején megfogta a botrytis. És mielőtt még kivirágzott volna az a kis virág, fogta magát és elszáradt. És kaptam egy fülest, hogy mit csináljak vele, hogy a fürtzónát permetezzem le felszívódó peronoszporani elleni szerrel. Hát megtettem, még az a szerencse. És akkor következő napra megállt ez a lehullás, és harmadnapra szépen kinyíltak a világok is. Mikor, és ez maradt. Mikor permetezted? Virágzásba bele? Virágzás. Tehát még ki se nyílt a virág, de akkor elszállt. Tehát elszáradt és lehullott. Aha. A 9-es egy nagyon érdekes számomra újfajta. Idén kóstoltam először a kira, ami egy gyümölcsbomba, egy ilyen gyümölcsmix, labruszkás, gyümölcskeverék, hosszúkás, pirosás bogyók. Kóstoltuk az egyik barátomnál. Nézzétek meg, 9. hely a kira. De ez egy finom szőlő, itt nem tudom mi. Ez a kira? De kira. Kira. Ezt megismertek. De ez egy finom. Ez kérlek szépen nagyon késői. Tehát ez ilyen szeptember vége, október, amikor tökéletesen érett. Kóstol már, milyen jó egyedi íze van. Olyan, mint a mini Dubovsky, olyan komikú megérik. És egy picit labruskász és muskotályos. Kóstol már, milyen jó íze van ennek a kirának. Már ilyenkor íze van, gondoljátok el, milyen íze van, amikor már teljesen érett. Hú, de finom. Egy pici labruszka és egy pici muskotály keveréke. Nem labruszka ez, te valami. Mert van nem eszembe jutó. De jó. Adjunk a segédünknek, itt van egy íze van. Hú, de finom. Mi ez az? Az amerikai ízvilág, ugye? Kicsit van valami egyedi íze. A sotellós és a muskotály keveréke. Nagyon egyedi, finom. Egyedi. Nem kóstoltam az amerikai embereket, hogy annak. Hú, de finom ez a kira. Jó. Hú, nekem ez ízlik eddig a legjobban. Ez egy teljesen egyedi íz, ez majdnem olyan egyedi íz, mint a Jupiter. Szerintem van is benne rokonság. Biztos, hogy felhasználtak valami amerikai szőlőt. Kipenyésztésében. Hú, de finom.
Van ebből két oltásom, vagyis egy gyökeres, meg egy oltás. Nem tök zöld állat. Rosszul kötődik. Van a zöld, mint a... Rosszul kötődik, de milyen finom ez a kira. Na, itt van egy teljesen rózsaszín lesz. Ezt egyébként még. 8. hely a Giselle, extra gyümölcsös íz és annyira édes, pirosas, bordos színű bogyók, nagyon szép mutatós fürtök. Tényleg, aki megkóstolja, biztos, hogy nem megy el mellette szó nélkül, és szeretné itt a kertjébe. 8. hely a Giselle. Nézzük a Giselle-t. Nagyon finom szőlő. Nálam már leérett teljesen. De muskotályos. Nem is muskotályosnak nevezném, hanem egyedi íz. Milyen 6-8 grammos bogyók. Egy egyedi gyümölcsös muskotályos íze van. Roppanózó szodák. Mézédes. Ez jó a Giselle. Tökéletes. De ez már van neked. Meg is vagyok elégedve vele. Nagyon finom. Giselle, tavaly nagyon ízlett neked, Miki. Most már szebb fürtöket hozott, le kellett szedjem, el kellett adjam, mert már nagyon érett volt. Giselle. Ezt megsüvegeli mindenki. Extra gyümölcsös íze van, nagyon édes. Innen látható esetleg, hogyha Giselle. El akarod kamerázni a fürtszerkezet. Mindenképp. Ez tavaly is. Tavaly épp, hogy csak kóstoló volt rajta, most volt egy 5-6 ilyen szép fürt rajta. Ez milyen fajta ez a Giselle? Ukrán. Ukrán? Hát. Színe is gyönyörű, fürtszerkezet és az íze az meg egyszerűen kiváló. Volt, aki végigkóstolt az összeset, és azt mondta, hogy ez kell neki csak. Szinte nem is szőlős. Annyira édes, annyira finom. Nem is tudom, milyen gyümölcsre hasonlít. A többen is a top 3-ba betették ízre. De jó. 7. hely, kismis zoloce. Sárgás, mag nélküli fürtök, lenyűgöző citrusos, mandarin és karamell keverék. Tényleg nagyon szép sárgára érik. Nagyon szép megjelenése van, és ropogós, nem nagy bogyók, de nagyon finom. Tényleg a listán a helye. Kismis Zoloce. Ennek nagyon finom. Vattacukros karamell íze van. Kismis Zoloce. Csak kicsi fűt van, de nagyon szuper íze volt. Hoppá, le is esett. Egy bogyó valahova. Hatodik hely a rozmusz. Rozmusz, rózsa, muskotály. Egy 3-400 grammos fürtöket tudó szöllő. Pirosas, bordó, de az íze egy rózsára emlékeztető muskotály. Hasonlít a piosztrihoz, de a rozmusz az sokkal finomabb. Van már belőle nekem is, de még nem termett, majd a 2024-es évbe. De ahol kóstoltam, tényleg lenyűgöző ínyenceknek való rózsavíz aroma, rozmusz. Most mutatta Milán a rozmuszt, nekem is van egy ilyen kis tőkém, de még nem termett, de az egyik legjobb rózsaszín. Olyan ízvilág, nagyon édes muskotály. Van benne valami egyedi íz. Nagyon jó a rozmusz. Nem, ez a rozmusz. De ebben van egy olyan, hogy... Ez a rozmusz. Rozmusz. Ez nagyon finom fajta. Idén... Sajnos versenyeztem a darazsakkal. Majdnem kielőztek, úgyhogy... Ez a rozmusz is... Ez még melyik? Ez a klubnyicsni. Na, hát olyan fajtákat kóstoltunk, eszméletlen ízek, nem is tudok visszaidézni, de a koktél, a Iziumski muszkát. Kaptam is ajándékba egy koktél csemetét, úgyhogy nagyon köszönöm Milánnak, nagyon örülök neki, mert eszméletlen íz. Még nem kóstoltam. Ó, nehogy kárba veszem. Ötödik hely a Szolnocska,
Mucsi Ferinél kóstoltuk. Sétáltunk a sorok között, és ahogy kóstoltuk a szőlőket, egy íznél teljesen leragadtunk, mi ez a különleges trópusi mangó íz. Hát ez a szolnocska. Apró bogyog, de hát nagyon finom, tényleg egyedi trópusi íz. Itt a hely a különleges ízű szőlők listáján, 5. hely a szolnocska. Feri, február elején megyek a vesszője, mindenképp egyet rakjál nekem, mert a kertemben a helye, szolnocska, ízbomba. Ez volt a szolnocska, amit bent kóstoltál, az a supaga volt, ez a szolnocska, ez a különleges ízű. Hú, de finom! Hát ez micsoda? Mangó. Úristen. Ez a gyümölcsös mangó. Már látod, lekopott. Pedig volt rajta bőven. De sajnálom, ezt más nem tudja megkóstolni, ez valami iszonyat. Hát ebből majd neked adok, hogyha kérsz. Nem nézi ezek a különlegesek. Nem nézi ide a Feri, akkor még egyet. Nyugodtan. Ezt kóstolja meg az operatőr is. Megkóstolhatja, nyugodtan. Ugye? Rágó gumi ízű. Érzed? Lassan közeledünk a toplista végéhez. 4. hely. Szlovákiában Milan Penicskánál kóstoltuk a szőlőket, és volt egy szőlő, ahol egész sokat, legalább 10 percet is leragadtam, annyira egyedi különleges íze volt. Ez a koktél, ha koktél szíd lesz. Nem nagy, kemény, sárgás színűre érik, de az íze elmondhatatlan, őszi barack, sárga barack, lime keverék, ha ezeket a gyümölcsöket összeaprítjuk, és egyszerre megkóstoljuk, na valami ilyesmi íze van a koktélnak. Nagyon magas cukorfok, nagyon édes, és ami fontos, mínusz 26 fokig bírja, nem fog elfagyni, nyugodtan lehet ültetni fagyzugos helyekre is. Úgyhogy 4. hely a koktél. Szerencsére kaptam tőle egy csemetét, ami már voltak fürtök is, úgyhogy idén már nagyobb termésre számítok a kertembe. Egy különleges kúrens fajta a koktél, nagyon örülök neki. Nagyon szép, mi ez a pici? Ez biztos. Egy csotolja? Koktél. Ez nagyon jó. On je neplodí veľa, chuť je taká zaujímavá. Koktél szíd lesz? Hogy nem terem sokat, de igen, különleges íze van. Ennek különleges, tényleg íz koktél. Adjál még egyet. Hogy jöttek az aujmával? Még egyet kunyerálok Milántól, mert ez a koktél, ez iszonyat jó. Nem nagy bogyó. Nem az aujmával. Je to malé, ale zase je to úplne iné. De finom, ánizsos. Mint a sütemény. Nagyon finom. Koktél. Česi to vyhadzujú, že to nechcú, lebo že to je málo toho, ale je to iné. Čeheka, ti to bolo, hogy kevés van rajta. Á, nagyon jó. Ez befér az autómba. Ahogy se szemészi do auta. Ešte mám jeden. Hogy van még neki. Nagyon jó. Itt vagyunk a dobogósoknál. Mi lesz az a 3 szőlő, ami nekem a legjobban ízlett? 2023-ban. 3. hely a Klubnicsni, egy eperízű szőlő. Viszonylag nagyfürtű, pirosas, bordós színe van. Nagyon mutató, Szlovákiába kóstoltuk, szinte faltuk. Annyira érdekes eper aromája van, szamóca íz. Mindenképp a dobogón a helye a Klubnicsninek a különleges ízű szőlők listáján. Ez meg Klubnicsni. A Klubnicsni. Még hiányzik neki egy pár nap. Klubnicsni, eper ízű. Eper vagy szamócának, ha átfordítsuk. Itt egy Klubnicsni. És bugyaszadatos kávé. És jó? A sajátos ízem megvan, még egy kis cukor hiányzik benne. És honnan van fajtád? Itt a főnök, itt a fajta szaporító. Igen, Milántó. Milántó, hát mennyi, 600 fajta felé van. 800. Nem tudom, mert mindig aktualizál. Ebben is hasonló, mint a... Igen. Ez muszki muszkat hasonlom. Nagyon finomak ezek a fajta. Sokat gondolkoztam, melyik szőlő nyerje az idei évet. Két esélyes is volt, úgyhogy választanom kellett. Amerikai Jupitert már régóta ismerem, van is a kertemben. Bárhol kóstoljuk, mindenütt egy ízbomba, eszméletlen mangó íz. Mag nélküli, mindenki imádja, gyerekek főleg. Nem nagy fürtű, de nagyon sokat terem. Bírja a hideget, mínusz 30-ig is el van.
Igazi mangó muskotáj, nagyon finom amerikai Jupiter, tényleg minden évben ott van a toplista élén, akinek nincs, szerezze be. Nem sokat kell permetezni, igénytelen fajta, és olyan finom, második hely, amerikai Jupiter. A Jupiter. A Jupiter mindig a ízbomba. Ajándék. Köszönöm. Mennyit a Jupiter velmi chutilo, volni vlastne specifická taká ovocná, ovocná chuť. Nagy bogyói vannak neki a Jupiter. To Jupiter, jo. Ja keď som prvýkrát jedol, tak možno medzi 100 odrodami, alebo tak, tak som aj tak stále tu cíti tú chuť. Hogy azt mondja, ha 100 fajta szőlőt kóstolt, hogy ez... Ez lesz a hűva szőlő. Mert aki ezt megkóstolta itt nálam, egyből mindenki hűha. Oda volt, érte? Igen. Én már fölismertem. De rohadtunk, ne az amerikai Jupiter. Amerikai Jupiter bárhol kóstoljuk, mindenhol eláll a szavunk. Hoppa, kisesik a számba. Nagyon jó, isteni ez a... Ez a mangó, ez a... Olyan ez érdekes, nem? Nem tud elmondani, milyen íz. Nekem csak a hű a szőlőben, aki ezt nálam kóstolta. És mennyire érzékeny? Semmi. Nálam semmi. Itt a kertbe pedig ez egy mélyfekvés, egy minimálisan talán... Uh-huh. Ott a peronoszpóra, de olyan erős a szövete, uh-huh. hogy nem bír elszaporodni uh-huh. benne. Ebből is ütetnék sokat. Eddig egy van nekem, de... Fogom még szaporítani. Ez egyik egyetlen íze van. Nem sokat terem, de az olyan, hogy... Hopp, megtaláltad? Hát a Jupitert mindig. Soha nem hagyom. Nagyon ígéretes fajtám. Itt meg kimondottan... De jó. Kimondottan kihozza az ízeket. Aha. Tehát Ukrajnában nem volt ilyen az íze. Valahogy szerintem ez a homokosabb talaj, vagy nem tudom, de nagyon aki... Nagyon komoly ízvilág. Én csak hűhaszőlőnek. Imádom. Hűhaszőlőnek nevezem, mert aki meg hű, az az első. Ez is az. Igen. Hagyd egy szép fürtöt itt valakinek majd. Hát aki jön kóstolgatni, de csak mindig mondom neki, mert elsőre nem egy nagy termés, tehát nem egy nagy termőképességű, de íze az pótolja mennyiséget. Igen, ez nem hoz túl nagy fürtöket, meg nagy bogyókat, de nagyon finom. Mi is nyerhette az idei évet. Több helyen is kóstoltam, és mindenütt lenyűgözött. Barátaimat is teljesen elvarázsolta. Első hely az Izjumszki muszkat. Csernikov nemesítés, viszonylag nagy bogyók, kékes színű fürt. Elmész mellette. Igazából kinézetre nem is tűnik annyira ki a többi közül, de ha megkóstolod, teljesen magával ragad. Ez a karamell, vanília íz. Izjumszki muszkatnak ez a jellemzője. Fűszeres, vaníliás, karamelles aroma. Azért lett az első, mert egy újabb fajta, nagyobb bogyós, nagyobb fürtű, mint a Jupiter, és tényleg ízbe elmondhatatlan. Aki csak egy tőkét szeretne ültetni a kertjébe, mindenképp ezt a fajtát ajánlom, mert tényleg szerintem idén ő volt a legfinomabb. Ezt kóstoltátok, ugye? Kóstoltuk Erasmus, de... Ez a Izjumszki muska. Ez is... Hát egyet letéptem, ahogy próbáltam bezacskózni, de ez most 2 éves hát fiatal. Én ezt már kóstoltam Bócsán. Ennek nagyon egyedi íz van. Igen. Karamell. Kb. Igen. Nem is tudom milyen. Karamell, gyümölcsös, valami. Nagyon egyedi íz a... Igen. Most pont ezeket keresünk itt, ami kicsit más, mint a megszokott. Nagyon hasonlít a Jupiterről, ha? Igen, Jupiter nagy bogyós. Nagyobb bogyós Jupiter, igen. Dobrétem Izjumszki. És jó, ropogós, kemény. Jekrom kávé. Csernikó. Nagyon jó. Ez ott lesz a top helyem.
To, ako to bude medzi nám do vám. No, tu čo boli Česi, Česi, lebo, u mňa čo boli, tak každý rok, čo chodia degustovať, tak Slováci, tak toto dali top. A Česi prišli, Česi povedali, že nechutí. Čak, až mám to ako nem jó ez. Ez? Ez, igen. Ez eszméletlen. Ez biztos finom lesz már. Picit várjatok. Mint a Jupiter, majd. Kicsit lehet nem ártana kiöblíteni a szánkat egy vízzel. Hú, ez a... Már láttam a levelén, ez valami amerikai fajta. Nem. Azt nem mag nélkül. Eper málna mindent érzelem. Az eper. A földi eper. Ebből van kint 70 tőkém. Zöld még rajta kint a szöllő. Kíváncsi leszek. Ugye finom. Ez nagyon durva. De nagyon kíváncsi leszek rá, amikor beküldöm az áruházba. Ez elég ideig az összeset. Beküldöm az áruházba, hogy mi fognak rá szólni. Azt nem mondani. Ja. De majd várjál, mert most lesz egy eperom ott kint a vége felé. És ez mi amúgy? Erről nincs címke még, mi? Nem nincs, de muszkát, valami némi. Muszkát valami, ott van a füzetben, tehát nem tudok már ennyit. Ekkora bogyója van, és ez elver mindent halad. Nem ekkora bogyója lesz ennek. Nagyobb? Igen, kint nagyobb már most. Ez nagyon durva. Főkésítő, ez nagyon finom lesz, csak még ne tékozoljuk. Ezt majd egy másfél augusztus 20-án ezt megkortoljuk. Ez full málna. Ez. De még nem adja az íze. De ez inkább földi eper. Derítsük. Ilyet nem ettem. Derítsük ki, mert ez valami isten. Nagyon finom. Igen. Nézzük ezeket, hogy ezek még. Ez valami amerikai. Biztos. Nem amerikai, mert olyan, mint ezek a levele is, mint ezek a labruskás. Nem tudom, de ez nagyon finom. De nem labruskás, egyáltalán. Olyan. Ezt mindenkinek, ki szereti a különleges ízű szöllőt, ezt szerezze be, mert olyan vanília íze van. Eszméletlen. Remélem tetszett az összeállításom. Sajnos kimaradt egy-két fajta, ami nagyon különleges, nagyon érdekes ízű, mint a Romulus, vagy a Supaga, Fejcid lesz, vagy a Takasumi, Kosumi, de ezekről a fajtákról nagy tapasztalatom nincs. Még csak egy-két helyen kóstoltam. Ott is fiatal tőkéket, úgyhogy talán majd a jövő évben változik ez a lista. Idei évben ez a top 10-es különleges egyedi ízű szőlők listája. Megyek is! Bontok is egy pezsgőt, boldog új évet, jó kis francia saláta, kaszinó tojás, kórhelyleves, mi kell még? Találkozunk 2024-ben. Sziasztok! Muszkát medovúj. Ez lesz nekem a bomba íz. Barna, megjegyzem, hogy ez a második itt. Tétszedik a darazsak, látom. Azt látom. De épp azt akartam kérdezni, hogy hogy védekez a darazsak? Sehogy, mert én ezt a szőlőt nem akarom termelni. Ja. Ez csak azoknak az embereknek van, például Miklós is, hogy ez ilyen hülyéknek. Ültet a kertbe egy tőkét. Ezt nem tudod, azt a Valek Landist, na azt kell erőtetni, azt, amit az előbb kóstoltunk. Hogyha muskotályos szőlő kell, azt kell erőtetni. Nagyon finom ez a muszkát medovi, mert nem rossz. Muszkát medovi, ezt kóstoltuk medovi. Ez olyas, mint ezek a régi magyar. Az ott is sokkal finomabb. Muszkát medovi. Igen. De nagyon muskotályos. Nagyon finom, de látod, hogy a darázs is nagyon szereti. Igen, hát ezt... Ez nagyon jó. 10 évvel Greenway-e kéne kezdeni minden nap, akkor nem bántaná. Vagy alá kéne rakni egy ilyen párolgatóba. Hát aki piacra akar árulni, mint fűrt, az biztos nem ezt fog ütetni. Ez pancs. Ez pancs lesz. Ez szétmálik. Ezt otthon elcsipegetni, nagyon jó, de, de még nem érettem teljesen. Ez a Gina. Nagyon jó, muskotályos. Gina. De még nincs teljesen beérő, de... Nagyon muskotályos, és összehasonlítjuk a muszkát medovújjel. Egyik a másik után. Ez finomabb. Ez levesesebb. Picit. Savanykásabb, de nagyon ugyanolyan muskotályos. Viszont a darázs jobban bántja. Ez új fajta. Igen. Muskotályos. Méz muskotályos. Ez nyerte a valamelyik íz kategóriát. Valamelyik versenyt. Niektorik fegyegozni tudom ihravalkot. Ez bomba. Muszkát medovi.
De finom. Nem is túl jó. Te, tam je jobb. Jupiter, ale ten dáme nakoniec, lebo ponem sa ťažko niečo je. Igen, hogy Jupiter azt utóra hagyja, mert utána... Jupiter az legjobb. Nekem is az egyik kedvencem.